Miniszterelnök úr, én, amit elmondott, értem. És nem is becsülöm le. Én csak azt gondolom, ne legyen rossz néven, én nagyon sokáig tanítottam a pénzügyi számíteli főiskolán, meg itt a közgazdasági egyetemen is tartottam előadásokat és szemináriumokat. És sokszor volt, hogy a hallgatóim jöttek, és azt mondták, de hát tanár úr, én fölkészültem, és azt kellett mondjam, hogy ez nagyon jó dolog, de hát sajnos a tények nem azt mutatják, hogy tudja. Valójában a gondom a következő. Nem az igazán a mércéje, hogy mit akartak, mert a szándékkal nekem nincsen semmi bajom, hanem a mérce az az, hogy mi történt. És hadd mondjak két példát, ami azt mutatja, hogy nem volt sikeres az, amit csináltak. Az egyik az az, hogy ugye ön beszélt nagyon szépen arról, hogy a születések száma az, ami igazán mércéje annak, hogy mi történik, és hát az egészet azért csinálták, hogy legyen megfelelő növekedése a magyar népességnek, aminek mi nagyon örülünk. Ezzel szemben a tények azt mutatják, hogy 95-96-ban a születések száma 105-110 ezer volt, 2001-ben 97 ezer. Lehetséges, hogy mást akartak, de a tények nem ezt mutatják. Tehát valószínűleg valami nem jól működik. A másik dolog, amit szeretnék mondani, az az, hogy én értem, hogy önök szeretnék segíteni azokat a családokat, ahol van jövedelem, szorgalmas munkával, dolgoznak a szülők, és vállalnak több gyermeket. Ez nagyon szép. De nem tudom, hogy azon elgondolkodtak-e, hogy a gyerek, aki megszületett, az nem választhatott. Ő nem tudja, hogy hova születik. Ő nem tehet arról, hogy a szüleinek mennyi a jövedelme. És az ő helyzete ilyen szempontból bizony eléggé meghatározott ezáltal a családi támogatási rendszer által. Én csak a példa kedvéért kigyűjtettem azt, hogy hogyan néznek ki ezek a támogatások három gyermek esetén. Az egy mondjuk jó modell. Most ebből az derül ki, hogy az a család, ahol három gyermek van és a minimálbéren van a jövedelem, ott 6000 forintot kap támogatásként gyerek. Mondjuk egy 100 000 forintos jövedelem mellett, mondjuk tegyük fel, hogy egy pedagógus keres. Nem biztos, hogy keres annyit, de mondjuk hátha. Ott 20 000 forint a támogatás. És mondjuk egy olyan szerencsés család esetében, ahol 250 000 forint a jövedelem, ott pedig a támogatás 81 000 forint. Én nekem nem fáj az, hogy aki jómódú, az sok támogatást kap, de az fáj, hogy akinek olyan pehje van, hogy olyan családba született, ahol nincs jövedelem, őt miért kell büntetni? Említette, hogy mennyi adókedvezményt tud igénybe venni az, aki minimálbért keres. Ön is tudja, hogy ha az a minimálbér maradt volna, ami 1990-ben volt, 1998-ban volt, akkor valószínűleg még ennyit sem tudna, hiszen akkor 19 500 volt, most pedig már 50 000 forint. De a lényeg az mégiscsak az, én elnézését kérem, ha megismétlem. Nem kiigazítani akarom, hanem csak világossá tenni a kormányzati döntések mögötti indokokat. Aki adókedvezményt tud igénybe venni, az nem támogatást kap, még egyszer mondom. Megdolgozott érte. És az állam azt mondja, hogy ha megdolgozott érte és közben gyermeket nevel, kevesebb adót vonunk el. Aki segélyt kap, az mástól elvont pénzt kap meg, azért, mert társadalmilag úgy igazságos, hasznos vagy helyes. Ez nagy különbség. A két dolgot nem szabad összekeverni, ezért, amiről ön beszél szerintem,
hogy vannak olyan gyermekek, akik olyan családba születtek, akik ezt nem tudják igénybe venni, azoknak a kiegészítő családi pótlékot kell emelni, és önnek, ha ebbe az irányba érvelne, akkor egyet tudnánk érteni, igaza volna, ha azt mondaná, hogy azt emelni kell. Szerintem is azt legalább a kétszeresére kellene emelnünk a következő időszakban. Ráadásul ennek van egy előnye is, hogyha ezt tennénk én. Mégiscsak javaslom önnek, hogy ezt fontolja meg. Hogy a kiegészítő családi pótlék az olyan, hogy az önkormányzatok állapítják meg, hogy ki kapja. Márpedig tudja, Budapestről nem csak a pénzügyminisztériumból, de a parlamentből is nehéz megmondani, hogy melyik család az, amely valóban rászoruló és ki nem. Ezért így, ha bevonjuk az önkormányzatokat, úgy éreztük legalábbis mi az elmúlt 4 évben, hogy biztosabban, célzottabban tudjuk eljuttatni a családokhoz valóban azokra a helyekre a támogatásokat, ahova akartuk. De az támogatás, az adókedvezményért, még egyszer mondom, megdolgoztak az emberek, és szerintem ezt támogatni kell. Nem akarom önbe folytani a szót, de az volna a javaslatom, hogy lépjünk túl a családtámogatáson, de hát, hogyha feltétlenül szükséges. Hát még várjuk meg, amíg én mondok valamit, és utána lépjünk. Ja, hogy túl. Akkor én. Nagyon rövid leszek. Valójában egy gondom van, hogy nem válaszolt a kérdésemre. De ezt félreteszem, mert nyilván azért nem válaszolt, mert talán nincs rá válasz. De... Melyik kérdésre gondol? Azt kérdeztem, hogy miért kell büntetni azt a gyereket, aki vétlen, nem tehet róla, hogy a szülei sokat keresnek, vagy keveset keresnek, az ő helyzete miért kell rosszabb legyen annál, aki valójában kap nagyobb támogatást? A büntetés azt jelenti, hogy valakitől elvesznek valamit. Magyarországon minden gyermek kap támogatást. Arról beszélünk, hogy ki, mennyit és milyen logika mentén. Senkit sem büntetünk. Mindenki kap valamit. A büntetés, elnök úr, azt jelenti, hogy elvonok tőle valamit, elveszek tőle. Itt pedig arról vitatkozunk, hogy munka után vagy a segélyi elv alapján kell-e támogatást juttatni. Nem büntetünk mi senkit. Jó, hát ezek tényleg különbségek. Szóval ön szerint rendben van így a dolog? Szeretném, hogyha 2006-ig a családi adókedvezmény mértékét egy gyermek után 1 millió forintig, 2 gyermek után 2 millió és 3 gyermek után 3 millió forintig lehetne emelni, és szeretném azt is, szerintem itt már, mintha találkoznánk, hogy a kiegészítő családi pótlék összegét kétszeresére növeljük meg, aminek még az az előnye is van az elnök úrnak ezt, bár bizonyára tudja, hogy ha az önkormányzatokat miután bevontuk, ez egyébként adható természetben is, nem csak pénzügyi támogatás formájában is, tudja, vannak olyan helyzetek, amikor talán ez jobb megoldás. Tehát én azt szoktam mondani, hogy minden siker az belépő egy újabb problémához. Csak tudja, vannak jó problémák, meg vannak rossz problémák. Ha például valaki kiegészítő családi pótlékot nem kap, mert nem létezett mondjuk 98-ig, az egy rossz probléma. Ha kap, csak meg kell kétszerezni, az egy jó probléma. Ez a dolog lényeg.